csúszdászat szinte. Remek programokkal várták az érdeklődőket a József Attila lakótelepi mulatságon. Az esős időjárásra tekintettel a délelőtti programokat a közösségi házban tartották. Alapvetően hallottuk az interneten, hogy milyen jó lehetőségek vannak, milyen programok, és hát Lili nagyon muzikális, úgyhogy gondoltuk, hogy a koncert az egy jó nyitás lenne. Kicsit sajnáljuk, hogy rossz idő van, mert igazából a kinti programok vonzották jobban a családot, de Luzi nagyon szeretett volna kézműveskedni, és akkor átjöttünk ide a belső részre is. Idén a Prilov bizományi csapatával készíthettek hajgumikat és karkötőket. A gyerekruha bizományink lényege is az, hogy a ruhánk ne kerüljenek kidobásra, hanem jó helyre kerüljenek. Viszont bekerülnek olyan ruhák, amik eladásra nem kerülhetnek, így azokat szétvagdossuk. Így a gyerekek tudnak karkötőt készíteni belőle. Lényegében minden, ami más számára haszontalan, azokat mi újra hasznosítjuk. A többnyire versfeldolgozásokat játszó Zabszalma együttes 11 órától szórakoztatta az apró talpúakat. Nekünk az eszközünk az maga a zene, és így aztán ez egy ilyen kommunikációvá válik. Kisvasút az első ilyen volt? Jó. Nagyon jó volt, élvezte. Jó sokáig tartott. Igen. A délutáni programokat már a szabadban élvezhették a látogatók. A kültéri koncerteken kívül állatsimogatóval és kisvasúttal is kedveskedtek a 9. kerületben látogató családoknak.